az egész test az 5 pontot ér, a tüdőmájzóna az 8 pontot ér, és a szívzóna az pedig 10 pontot ér. Ilyen kemény gumiból készült vadállatokat formázó célokra lőnek majd az IASZ Európa és Világbajnokság versenyzői. A 8 napon át tartó programot Szekszárdon és a Sötétvölgyi Erdőben tartják meg. A versenyek augusztus 10-én kezdődnek. 550 nevezett versenyzőnél tartunk pillanatnyilag, ami egyébként naponta változik, ugye járványügyi helyzet miatt. Én úgy gondolom, hogy ez most már nagyban nem fog változni. 12 nemzet regisztrált összesen. A bajnokságokat a Magyar IASZ Szövetség rendezi, de a Szekszárdi Sportközpont munkatársai is segítenek nekik, amiben csak tudnak. Például ingyen ajánlották fel a városi futballpályát, valamint több más létesítményüket is használhatják a versenyzők, sőt még a szurkolókra is gondoltak. A labdarúgó stadionunk és a kisegítő öltözők nagyon szép állapotban vannak. Úgy gondolom, hogy maga a verseny nagyon izgalmas lesz. Lesz egy óriás LED falunk, ahol lehet folyamatosan követni az eredményeket. Ugye nagyon sok szeretettel várjuk a szurkolókat. A versenyzők kísérőivel együtt nagyjából 800 fő érkezik 8 napra Szekszárdra. Ez komoly turisztikai lehetőség a megyei jogú város alpolgármestere szerint, aki azt mondja, ő is folyamatosan egyeztet az illetékes hatóságokkal, hogy minden rendben menjen majd. Sőt, a város több millió forintot fel is ajánlott a szervezésre. 5 millió forinttal támogatja a város a rendezvényt, és annyit szeretnék még elmondani, hogy mi külön kéréssel fordultunk a rendőrséghez, a közterületfelügyelőkhöz és a polgárőrséghöz. Az IASZ Európa és Világbajnokság augusztus 10-én kezdődik, de a nevezők már 2 nappal korábban edzhetnek a pályákon, a döntőkre pedig augusztus 14-én szombaton kerül sor.